Október 16-a és november 30-a között zajlott le az igényelt agrártámogatási összegek előlegének kifizetése. A Csongrád megyei kormányhivatal, Hódmezővásárhelyi járási hivatala, megyei hatáskörrel rendelkezve látja el ezt a feladatot, több szervezettel együtt azért, hogy az agráriumból élők minél kedvező feltételekkel kezdhessék el a következő gazdálkodási évet. Dr. Juhász Tünde kormány megbízott az elmúlt évet áttekintve beszámolt a fő változásokról. Az országban egyedülálló módon kezdeményezést tettünk arra, hogy segítsük, könnyítsük a gazdák adminisztrációs terheit, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alkalmazásában és kötelékében dolgozó falugazdászok és a mi agrártámogatások adminisztrációjával foglalkozó kollégáinkat egy közös ügyfélszolgálatba helyeztük, amit évelején sikerült itt a Kálvin János téren kialakítanunk és átadnunk. Elmondta, 2017-ben emelkedett az ügyfelek száma, a 2015-ös 7180-ról 12772-re, míg a kifizetett összegek 6,7 milliárdról 13,5 milliárd forintra. A következő év január 1-től újabb szervezeti átalakulás várható, ugyanis minden megye agrár- és vidékfejlesztési főosztálya megyei illetékességet kap, amelynek következtében mindenféle támogatásban és ügyben intézkedhetnek majd. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről annak Csongrád megyei elnöke, Szél István köszönte meg a kormányhivatal munkáját, és számolt be a megyei falugazdász hálózat tevékenységéről. Ez a 40 fő ebben az évben közel 10 000 területalapú támogatást adott be, ami azt gondolom, hogy igen, kimagasló szám, sőt, itt az előbb azt mondta Schulz úr, hogy ez talán országosan is kiemelkedően magas, hogy az arány a támogatások beadását, illetően a falugazdász hálózaton keresztül igen magas. Ez csak is azt jelenti, hogy a gazdák bíznak az agrárkamarában, bíznak a kormányhivatalban és bíznak a falugazdászokban. Ez mindenféleképpen fontos. Azt is elmondta, hogy az agrárkamara, a miniszterelnökség, a Földművelésügyi Minisztérium és az Államkincstár közös munkájának köszönhetően a kifizetések gyorsan, csúszás nélkül megtörténhettek, így a mezőgazdaságból élők időben megkaphatják az őket megillető támogatásokat, az összegek a karácsonyfa alá kerülhetnek.